Folytatjuk tehát a ma estét. Az ellenzék egyik része éppen az előválasztásra készül, de vannak olyan pártok, amelyek alapesetben nem vesznek részt a baloldali összefogásban. Ők másfajta kampányolással töltik ezt az időszakot. Ilyen párt az ISZOM is. Igen, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, Igen Szocializmus programjáról is beszélgetünk Németi Noémi belpolitikai újságíró kolléganőmmel. Jó estét kívánok! És Szanyi Tiborral, a párt alapítójával, miniszterelnök jelöltjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, ez sokan! Többször is hangsúlyozta már, hogy a programjuk egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy a dolgozó magyar emberek tisztességesen meg tudjanak élni, és ennek zászlós hajója a minimál béremelés. Tavaly novemberben még 200 ezer forintban állapították, meg most már 250 ezer forintot ígérnek. Nem túl bátor ígéret ez, főleg, hogyha még növekedhet is? Attól tartok én is, hogy ez akár jövőre a választási kampányban még 250 ezer forintnál több is lehet. Mi nettóban gondolkodunk, ezt azért nagyon gyorsan hozzáteszem. Valóban ez az összeg, amiből egy dolgozó, egy eltartott családtagot, például a gyereket föltételezve, ez valamivel a létminimum fölött van. Én nem gondolom, hogy a 21. században az a gondolat, hogy az emberek élni tudjanak a minimum, a minimális körülmények fölött egy picikét, ez valami ördögtől való dolog lenne, és ráadásul megnézve a gazdasági számokat, ez bőséggel belefér a magyar gazdaság mai teljesítményébe. És idézek az önök programjából, azt mondja az ISZON programja, hogy a modern politikai megközelítés több kulcsos adórendszerben gondolkodik. Ennek ugye az egyik legfőbb kritikája, ami egyébként 2010 előtt jellemző is volt, a fekete gazdaság erősödése. Ugyanis sokan mondjuk trükközéssel próbálnak ki játszani a magasabb adókat. Az ISZON programja hogyan kerülné ezt el? Látszólag ma Magyarországon egy kulcsos adó van, de valójában nem. Hiszen nagyon sokan, nem tudom ezt megmondani, hogy milyen mértékben, de 100 ezeres milliós nagyságrendben vannak emberek, akik a különböző adókedvezmények révén lényegben más adótartományban adóznak, mint ahogy azt az ember az egy kulcsos adótól elvárná. Tehát tulajdonképpen most is az van, mi semmi másban nem gondolkodunk, mi abban gondolkodunk, hogy az adórendszer az nyugodtan lehet több kulcsos, mint ahogy most is úgy van. Ezt még egyszer mondom, lehet sávokkal megoldani, és lehet adókedvezményekkel megoldani, ez gazdasági aritmetika kérdése, de az tényszerű, hogy a baloldali megközelítés azt mondja, hogy aki fajlagosan is többet keres, most ez nem tág fogalom, az bizony fajlagosan is fizessen több adót. Például gondolunk arra, hogy ma Magyarországon a tőkejövedelmek után fizetett adó, az gyakorlatilag elhanyagolható ahhoz képest, amit az emberek, a munkavállalók fizetnek adógyaránt, és azok a káprázatos osztalékok, amik egyébként több ezer milliárd forintos nagyságrendben hagyják el az országot gyakorlatilag adózatlanul, ez azért nem mehet tovább. Hol húzná meg a határt az ISZOM? Ugye a Karácsony Gergely által bemutatott program 1 millió forintos határt szabna. Ön erről azt mondta, hogy ez bukásra van ítélve. Igen, ez már egyébként annak idején Botka Lászlónál is bebizonyosodott, hogy két dolog bizonyosodott be. Az egyik az az, hogyha ez a bizonyos, mondjuk így magasabb adókulcs az emberek számára egy belátható kereseti szint fölött kezdődik, az nagyon riasztó. Mi azt mondjuk egyébként, hogy a gazdagokat kell egyébként plusz adóval sújtani. A gazdagnálunk ott kezdődik, amikor valaki anélkül is generációkkal előre biztosítottnak tekinthető jövedelmét, hogy bármiféle munka végzést tenne, de egyébként, hogyha most számot kell mondani, ez több 100 millió forintos szint után kezdődne nálunk az adószint. Tehát a köznapok embere számára, mi, akik úgymond Orbán Viktorhoz hasonlóan bérből és fizetésből élők vagyunk, ez nem erre a zónára vonatkozik, ez kifejezetten a nagyon tehetős, nagyon gazdag emberekre, és ott feltétlenül fontos az, hogy az osztalék, tehát a tőke jövedelem után fizessenek adót, mert egyébként ez a vagyonadó, amiről már a világon nagyon sokan megpróbálkoztak, nem fog menni. A mai pénzügyi, globális banki, pénzügyi rendszeri körülmények között ezek úgy tudnak csúszkálni, mint a kígyó. Tehát annak idején ez Bajnai Gordon is beletorkolott egy ingatlanadóba, aminek mi semmi értelmét nem látjuk. Tehát mi alapvetően a jövedelmek és ezen belül a tőke jövedelmek fokozott megadóztatásáról beszélünk. De említette Botka Lászlót, ez ugye az MSZP-nek a 2018-as választások előtti kampánya volt, a fizessenek a gazdagok.
Ezt a kampányt úgymond Botka László sem élte túl a miniszterelnök jelölti poszton, és hát az MSZP-nek sem hozott sikert. Érdemes kétszer ugyanabban a folyóban? Nem ugyanaz, mert nagy kérdés, hogy kit minősítünk gazdagnak. Én elmondtam, hogy a mi felfogásunk szerint kik a gazdagok, nagyságrendet is mondtam hozzá, és szerintem az ellen az égvilág a lakosság 99,9%-ának nincs semmi kifogása, hogy a 100 milliós vagy több 100 milliós jövedelmek fölött induljon meg egy fokozott adózás. Én azt hiszem, hogy ez senkit nem riaszt meg. Csak a lakosság véleményével találkoznak az országjárásuk során is, amelyet indítottak, és indítottak egy aláírásgyűjtést is még májusban a nettó minimálbérről, akkor még online, de hát azóta a járványhelyzet enyhülésével a köztereken is lehet gyűjteni, és hát ez a bizonyos országjárás, amit Székely Sándor 250 ezer GT néven indítottak, 2000 kilométeres gyaloglást végez. Hol tart most ez az aláírásgyűjtés és Székely Sándor? Nagyon jól állunk, ezt mi magunk is meglepődve tapasztaltuk, hiszen valóban online is lehet aláírni, de most már frontálisan is, fizikailag is tudunk találkozni a választópolgárokkal. Hát most már bőven 100 000 fölött van az aláírásoknak a száma. Az embereknél azt kell mondjam, hogy Huszti Andra fogalmazta meg a legjobban, azt mondja, te Tibor, az emberek nincs kérdés. Annyira természetesnek veszik, hogy tényleg ennyi pénz kell ahhoz, hogy normális életre tudjanak szert tenni az emberek, az tényleg káprázatos, és tényleg nagyon szépen szeretettel fogadnak minket. Hozzáteszem, mi alapvetően kis településekre, tehát 2-3-4-5 ezer fős településekre megyünk, ahol azért az embereknek a problémája egy picit másabbak, mint itt Budapesten vagy a nagyvárosokban. Csak mondjak rögtön egy konkrét példát. Engem elriasztott az, hogy például Borsod megyében, de ugyanez igaz Hajdú-Bihar megyében, falvak sorában, tucatjában egyszerűen használhatatlan a vezetékes víz. Nem csak látszatra, tehát még mosásra sem alkalmas az az ilyen barnás löty, ivásra semmi, és ezek az emberek, hogyha meggondoljuk, még akár a főzés, az a mosakodáshoz is százszorosára jutnak a vízhez. Na most akkor miről beszélünk, hogy mi az a pénz, amiből úgymond élni lehet? Tehát ezekkel a dolgokkal is érdemes foglalkozni, más a megélhetésnek a költsége vidéken és más Budapesten, és mi azt látjuk, hogy ezek az emberek amúgy egyébként tényleg végtelen szorgalmasak, tehát látszik, dolgoznak, jönnek, mennek, csinálnak valamit, de még egy nagyon fontos problémájuk van, és ez talán egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit ön is mondott. Szinte tipikusnak merem mondani vidéken azt, hogy embereket 4 órás minimálbérre jelentenek be, aztán 10-12 órát dolgoztatnak velük, és aztán nyilván a 4 órás minimálbér fehér pénz után feketén kapnak valamicskét, na de abból se nyugdíj, se semmi nem lesz. Tehát ezek ki vannak szolgáltatva, ezek az emberek azt kérdezik, hogy oké, én értem, hogy most feketén ennyit-annyit beleraknak a zsebembe, de hol lesz az én nyugdíjam ebből? És ezek a nagy kérdések, és ezért kell a minimálbért nettó 250 ezer forintra föltenni. Na de nyilván minél... Tehát ki az, aki nemet mondana, minél több pénzre ad, annak fedezete is kell, hogy legyen a gazdaságban. Az aláírásgyűjtés egyébként mi a cél, hogyha összegyűlik egy akkora szám, akkor népszavazási kezdeményezést terveznek például? Nem tervezünk ilyet. A népszavazási kezdeményezés az egy teljesen más logikán működő történet. Mi azt kérjük az emberektől, hogyha egyetért velünk, akkor ezt egy szignóval láss el. Mi azoknak örülünk, akikkel ebből az alkalomból tudunk beszélgetni, kapcsolatba tudunk lépni, megkérdezzük, hogy tarthatjuk-e velük a kapcsolatot, és gyakorlatilag mindenki igent is mond erre. Tehát ez egy teljesen egyenlő. Tudni akarjuk, hogy kik vannak velünk, és szerencsére nagyon sokan. A jelöltállítással, miniszterelnök jelöltünk, hogy állnak? Mert ezt azért kérdezem, mert ugye az elmúlt napok hírei azt mutatják, hogy az MSZP-nél például egy tömeges kilépési hullám indult. Alapszervezetek álltak fel, ugye Molnár Gyura korábbi pártelnök, hát mondhatni zavaros körülmények között távozott. Jelentkeznek önöknél szocialisták, és hogyha igen, akkor az ISZOM ebből a szempontból befogadó-e? Alapvetően igen. Mi azt látjuk egyébként, hogy valóban az MSZP-t, hát ez nem most kezdődött, ez most lehet mondani egy hullámban, ez tartós hullám, azt kell mondjam. Alapvetően a politikusai kezdtek el elszivárogni más irányba. Ilyenkor a választópolgár megkérdezi, hogy aktivista, hogy hát velem mi lesz, most én hova, kit, hogyan, mi. És úgy látjuk, hogy mi primadonnának hívjuk azokat, akik mindenáron jelöltnek, akarnak lenni, vagy bármilyen pártnak a színeiben. Mi a primadonnákat olyan nagyon nem, viszont
a választókat, az aktivistákat, a pártagokat, az embereket, azok nagyon nagy szeretettel várjuk. Egy feltételünk van, mondja a szemünkbe, hogy ő baloldali gondolkodású, nekünk ez bőséggel elég, és mi azt látjuk, például Nyíradonyban voltam a hétvégén, ott egy komplett volt MSZP alapszervezet lépett át hozzánk. Tehát azt kell mondjam, na igen, sokan vannak ezek között, akik viszont nem lépnek sehova, hanem megcsömörlöttek a politikába, tehát ilyen is létezik. Aki aktív akar maradni, ott meg azt látjuk, hogy egyértelmű, és baloldali gondolkodás egyértelműen hozzánk jön. Most ön, mint egykori emblematikus MSZP-s politikus, mit gondol erről a folyamatokról? Ugye Tóth Bertalan egy háttérbeszélgetésben nem cáfolta, hogy az MSZP, a Párbeszéd és az LMP egyesülhet, és betagozódnak 2022 után Karácsony Gergely mozgalma alá. Milyen üzenet lehet az a választóknak, amikor egy társelnök a saját pártja kvázi megszűnését vizionálja? Hát nem tudom erre azt mondani, hogy szép üzenet. Hát ez egy rossz üzenet, hogyha én egy klubban vagyok, és azt mondom, hogy ez a klub meg fog szűnni, és valami másmilyen lesz, és akkor tulajdonképpen hát én magam is, én azért hagytam ott az MSZP-t, mert valami olyan iszonyatos, számomra elfogadhatatlan mértékben távolodott el az alapértékektől. Hát tegnap emlékeztünk meg Horn Gyula 89. születésnapján. Hát én még Horn Gyula pártjába léptem be, és én úgy érzem, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom ezt a hagyományt folytatja. Viszont ami aztán a bal oldalon történt, hogy különböző polgári liberális pártok, sőt most újabban a szélső jobbos náci jobbik is baloldalinak kezdi el mutogatni magát, tehát azért ez bohózat. A baloldaliság az valóban arról szól, hogy egy igazi, szolidáris és az utolsó elhagyott falu, utolsó elhagyott emberéig is lenyúló biztonság legyen az országban, és ezt egyébként mi nagyon komolyan veszük, és nagyon következetesen képviseljük, tehát sok sikert az összes többi pártnak, mi a baloldalt képviseljük, és azokat az embereket, akik a szocializmus ügyéhez pozitívan fordulnak. A különböző kutatóintézetek 1-2% környékére mérik most az MSZP-t. Az MSZP támogatottságának csökkenésével az önök szimpatizánsainak a száma még nőhet is. Ön fogalmazott úgy az ATV műsorában, hogy a nézőpont és a publikus mérései alapján 2022-ben akár még az 5%-os bejutási küszöböt is elérhetik. Egy képzeletbeli új parlamenti patkóba hova ülnének be? Azt, hogy ez tényleg nagyon komoly képzelőerőt követel, hogy milyen lesz tulajdonképpen ez a patkó 2022-ben. Mi annyit tudunk, hogy egy erős baloldali frakciót szeretnénk. Ehhez kell ez az ön által is említett 5%. Tehát ez mindenképpen meg kell ugorjuk ezt a lécet, és szerintem ez jó munkával sikerülni is fog. Ebben az esetben viszont mi azt látjuk, hogy akármilyen a patkónak az összegésze, egy 5%-os erővel már bizony ki lehet kényszeríteni azokat az alapvető intézkedéseket, mint például a minimálbérnek a nettó 250 000 forintra való emelése, ami a mi programunkban tényleg a zászlós hajó, bár 150-nél is több pontból áll a programunk, csak mellékesen mondom, hogy ezt a 250 000 forintos nettó minimálbért mi 35 órás munkahétre vetítve gondoljuk, tehát azért van itt bennünk bőséggel bátorság. De egy szó mint 100, mi arra a képességre akarunk szertenni ezzel a bizonyos 5%-unkkal, hogy ki tudjuk kényszeríteni az akármilyen zilált országgyűlésből, hogy drasztikusan emelkedjenek meg egyrészt a minimálbér, másfelől pedig egyáltalán a szociális területnek az összes létező és idemérhető száma és adata és főleg a mögöttük álló embereknek a jövedelme. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a legjobban megtérülő szavazat az lehet, hogy az ISZOM-ra, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomra adott szavazat, mert itt mondom, ezt nem mi találtuk, ezt a média fogta ránk, de ettől oké, vállaljuk, hurrá, viszont hogyha mi bejutunk az országgyűlésbe, akkor mindenki biztos lehet abban, hogy 250 000 forint lesz a nettó minimálbér 35 órás munkahéttel. Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy nagyon szépen köszönöm.